Monda azért neki Jézus. Ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. János 4.48 Ne engedd, hogy a fizikai érzékeid határozzák meg a hitedet. Aznap este elmentem az összejövetelre, és miután prédikáltam, az emberek beálltak az ima sorba, hogy meggyógyuljanak, vagy betöltekezzenek szent szellemmel. Elkezdtem kézrátétellel imádkozni értük. Amikor ehhez a pásztornőhöz nőhöz értem, tudtam kicsoda, mert nem telt el mint egy három óra sem azóta, hogy a helyettes pásztor beszélt nekem róla. Valamivel több időt töltöttem vele, mint másokkal, és felhajtottam a szellemi antennáimat. Figyeltem, hogy az Úr mond-e valamit nekem. Megkérdeztem a testvérnőt, hogy miért jött. Ő pedig elmondta, hogy gyógyulásért. Azután elmagyarázta a problémáit. Kézrátétellel imádkozta érte. Ő azt mondogatta, Nem, nem kaptam meg, még nem gyógyultam meg. Újra imádkozom érted, feleltem ismét rátettem a kezem és imádkoztam. Megtapogatta a testét és így folytatta. Nem, itt még mindig fáj. Nem gyógyultam meg. Harmadszor is imádkozom érted, ajánlottam neki. Azt gondoltam, hogy három alkalom mindenkinek elég. Tudtam hogy semmit sem fog kapni, de nem akartam őt megbántani sem. Harmadjára is imádkoztam érte. Mire kimondtam az áment, addigra már ismét tapogatta magát. Megállapította: Itt még mindig fáj. Nem, nem gyógyultam meg. Tovább haladtam. És a következő ember lépett előre a sorban. Megvallás. A szellemi emberemre, a szívemre hallgatok, nem a testemre, és nem a testi tüneteimre. Hidben járok, nem látásban. Hiszen, hogy meggyógyultam Jézus sebeivel.